Szeretettel köszöntünk újra mindenkit, ez az Après Tour, a levezetőkör, a Tour de Hongrie élő levezető műsora. Minden egyes szakaszt követően itt a Tour de Hongrie Facebook oldalán egyenesen Hajdúszoboszlóról, a célterületről jelentkezünk, ahol bőven történtek furcsa események itt a mai nap folyamán, úgyhogy lesz miről beszélnünk. De mielőtt nekivágnánk a mai események elemzésébe, egyrészt szeretnénk felhívni a figyelmüket elérhetőségeinkre, amelyeken keresztül kommunikálhatnak velünk folyamatosan az egész verseny alatt egyébként, és ezekből a kommentekből természetesen majd igyekszünk válogatni itt a műsorunk során is. A későbbiekben az Après Tour hashtag segítségével a Twitteren keresztül, akár engem személyesen is lehet keresni persze a Twitteren, ha az úgy egyszerűbb, illetve igyekszünk figyelni itt a kommenteket a mai stream alatt is folyamatosan, úgyhogy biztatunk, buzdítunk mindenkit arra, hogy szóljanak hozzánk itt a továbbiakban, mert tényleg a mai napon lesz miről beszélni, de mielőtt ennek nekivágnánk, nézzük meg, hogy mik azok a jelenetek, amelyek esetleg elkerülhették tegnap az önök figyelmét, hiszen van egy kameránk, amely csak ezeket a pillanatokat igyekszik gyűjteni folyamatosan a karaván mellett. Természetesen ezúttal is itt van velünk Stephen Roach, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdiónkban, a Tour de France, a Giro d'Italia és az országúti világbajnokság 1987-es győztese. Már tegnap is beszéltünk arról, hogy csalóka ez a mai szakasz, hiszen teljesen sík etapot kellett teljesíteniük a versenyzőknek Karcag és Hajdúszoboszló között, de már számítottunk arra is, hogy esetleg az időjárás vagy a szél közbejátszhat, aztán még itt a szakasz végén is láttunk ugye egy hatalmas balesetet. So, welcome back to our studio. Yesterday we already talked about that it might be a bit misleading thinking that today's stage will be easy peasy for anybody, and we have experienced some very hot weather, we have experienced some strong winds throughout the day, and a lot of interesting events happened. Exactly, the wind is a very good cocktail for a bit of action. So of course all the riders know the stage is very flat, so not so complicated, that it was going to be complicated by the wind if anything. And nobody wants to get caught out in crosswinds, which we saw along the day. There were different groups going away, coming back, and ultimately in the end, if it wasn't for the crash, it all came together again. But nevertheless, the wind is always a very, very important factor in any race, especially when you have a flat road. Szóval, ahogy a Steven is mondja, az oldalszél és a kerékpározás elég érdekes koktélt tud alkotni, és nagyon jó recept arra, hogy izgalmas eseményeket láthassunk. Arra lehetett valóban számítani, hogy önmagában ugye a terepviszonyok nem fogják feltétlenül megnehezíteni a versenyzők dolgát, de azért ezek a pályák egyébként is, hogy ez a környék ismerős a Tour de Hongrie mezőnye számára, lehetett számolni azzal, hogy az oldalszél majd jelentős faktor lesz a mai nap folyamán, és bizony is láttuk itt a szakasz közben, itt a második felében elég rendesen kellett dolgoznia a mezőny második felének, hogy ne kerüljenek komoly lemaradásba. Itt már láthatjuk ugye a szakasz elejének eseményeit, és ami érdekes volt, hogy viszonylag nehezen alakult ki az a szökevény csoport, amely végül is el tudott menni. So what was interesting to see at the beginning of today's stage, that it was pretty hard for the breakaway group to develop, and we have seen, I think, 4 or 5 different attacks until we had our successful breakaway. Well, you know, it's on a stage like this, when you're leading it like a yellow jersey, you don't want any group developing too much of a leadway, because then you have to ride very hard to get it back. Especially with the crosswinds, like you can ride along with the wind in your back and turn left and right and left again, and all of a sudden the wind is out in the crosswind and your team splits up and cause all kinds of havoc. So the peloton didn't want to give any group any more than 2 minutes ahead, so that's why it makes the race extremely lively. Ugye látok egy pillanatra Olaf Kooi szerencsétlen esetét is, amikor ugye meg kellett állnia, és ahogy azt mondja Steven is, nem véletlenül, hogy nem akarták annyira elengedni az első támadásokat itt a verseny elején a csapatok, hiszen pontosan amiatt a keresztcél miatt, amit már lehetett érezni a szakasz korai részén is, nagyon megnehezíti a csapatok dolgát, hogyha valaki esetleg ugye komolyabb előnyt tud kiépíteni, akkor az jelentett problémákat a későbbiekre. Az se véletlen egyébként, hogy aztán ez a szökevény csoport, amikor sikerült végül is meglógniuk, olyan nagyon komoly előnyhöz nem jutott a későbbiekben. És egy nagyon fontos szereplője volt ugye ennek a mai szökésnek Reinder személyében, akkor nem gondoltuk, hogy ez még fontos lehet, sajnos láttunk ugye egy újabb bukást is a mezőnyben.
some interesting developments throughout the day. First, this accident with the motorbike, but what was a bit more interesting and more important for the race was that we could see again Jens Reinders and the breakaway group, who have collected some points in the sprint. Yes, obviously going for the points jersey, because there are three intermediate sprints today and each of them had points in them, and he was going for them all. So obviously he has his eye set on green in the Tour of Hungary. But you know, these little incidents, little crashes happen, because all of a sudden you're riding along and an echelon and everyone's fighting, then it slows up a little bit, goes faster, slows up, and a sudden change in rhythm. People lose a little bit of concentration because it's very hot and it's a very long stage. And someone loses a little bit of concentration, someone hits a wheel and it falls down like a deck of cards. And we saw the motorbike there as well getting involved in it. Luckily enough, nobody got injured, seriously injured. But this happens on an event like today. Az egyértelmű volt ugye, hogy a sárga trikós Reinders a pontok begyűjtése véget vett részt a szökésben. Hát ő akkor még alig, ha nem csak a zöld trikóban gondolkodott, aztán más kérdés, hogy később az abszolút kapura jött neki. És ami meg a balesetet illeti, ugye előfordul az ilyesmi. Hosszú szakasz volt a mai, tényleg nagyon komoly hőséggel, ami meg is nehezíti a versenyzők dolgát. És láttuk azt, hogy hol emelkedett, hol csökkent a tempó, éppen attól függően, hogy a mezőnyben kivállalt komolyabb munkát a szökevénycsoport féken tartása véget. És ez azért meg tudja nehezíteni a versenyzők dolgát, alig, hanem ebből következett aztán az a baleset, amit itt az előbb láthatunk. Itt pedig már az a pillanat, amikor látjuk szétszakadni a mezőnyt. And I think this is already the moments when we could see the crosswinds doing their work really well. Yeah, you can see the group is splitting up here. There's a sprint coming up shortly again, I think. But nevertheless, there's no real organization. The riders are going, you know, freely going forward. But we see Reynolds going again for the sprints. But so definitely, like, there's no question about his ambition here in the Tour of Hungary. But one great thing about today was the crowds again. Like all along the road, there's been incredible crowds. I don't know if it's the effect of the Giro being here some days ago and everybody is seeing how popular cycling is here in Hungary. The Tour of Hungary this year definitely has a great following. Itt megint láttuk ugye ebben a sprintben, hogy Reinders elvitte a pontokat, elég egyértelműek a céljai tehát a zöld trikóval kapcsolatban, és amire Steve még felhívta a figyelmet, hogy milyen tömegek foglaltak helyet a pályák mellett folyamatosan itt a nap folyamán, illetve a szakasz mellett folyamatosan a nap folyamán. Nehéz eldönteni, hogy ez annak köszönhető-e, hogy alapvetően azért például Tiszaújváros környékén egyébként is hasonló sporteseményeket bőven szoktak rendezni, ez a szakasz is azért abszolút ugye rendszeres része szokott lenni a Tour de Hongrinak, vagy esetleg ugye a Giro d'Italia hatása, amely azért csak eltöltött 3 napot itt Magyarországon, és hát biztos, hogy sokat tett azért, hogy ez a sportág még népszerűbb legyen itt Magyarországon. Láttuk tehát, hogy megdolgozott alaposan ezekért a részhajrákért Reinders a korábbiakban, és aztán ugye szépen lassan jött az a pillanat, amikor valóban szétszette a mezőnyt a keresztszél, és ezután is jött ugye egy részhajrá, amelyet meg Elia Viviani vitt el. So later there we could see the real effects of the crosswinds, and this is the moment right where we are getting to the mass sprint at the end of the stage. Szóval itt már ugye látjuk azt a balesetet, ami közvetlenül a befutó előtt történt. Well, these moments are always difficult for every rider. Yeah, we just saw the crash there under the trees, where some of the top favorites for the sprint actually came off. But this generally can happen, or it happens all the time in a big massive sprint like this, where you have some twists, a lot of turns coming towards the end. You have the very hot weather, a very second, very long stage, and people riders lose concentration. And you must also not forget there are different levels of riders in this peloton. There are like some World Tour riders, Pro Tour. So there are different levels of riders in the event. So some of the lesser riders are there. They want to mix with the big guys to try and get the name, you know, up there and try and get a performance for their team. And unfortunately, sometimes they're a little bit on the limit, and the touch of brakes or somebody turning, moving offline a little bit can cause havoc. And we see it here on the screen. We see another crash here coming towards the end. Itt ugye láttuk azt a balesetet, amely közvetlenül a befutót előzte meg, és hogy azt tudni kell nyilvánvalóan, hogy a mezőnyben különböző szintet képviselő versenyzők vannak. Ott vannak például Jakobsenék, akik abszolút a világ elitet képviselik, és hát vannak olyan versenyzők is, akik azért ettől kicsit távolabb vannak. Viszont hogyha itt vannak egy ilyen sprintbefutónál, akkor természetesen mindenki meg akarja mutatni magát. Ebből is tud következni adott esetben egy ilyen baleset, ahol meg aztán, akik hátrébb érkeznek, nagyon nehéz bármit is tenni azért, hogy ezt elkerüljék. Jakobsen nyerte tehát a szakaszt, és ami nagyon érdekes fejlemény volt, Reinders, aki begyűjtötte ugye a részhajrákat, végül is nem csak a zöld trikót szerezte meg, hanem a sárgát, vagyis átvette ugye a vezetést az összetetben. So an interesting development was for Reinders, who has collected the points throughout the day, that he was here at the mass sprint at the end, and due to the time bonuses he has collected, he got not only the green jersey, but also the yellow one. Yes, and we saw the crash there, which eliminated some of the great good sprinters. But yes, he has the yellow jersey also, and then he's going to try and defend it for tomorrow, I'm sure, because he's sprinting very, very well. There are more points and more times to be accumulated tomorrow.
So, but this is very unfortunate. You know, it's happens. It's fortunately there was not too much, you know, broken in the crash. A lot of guys lost a bit of skin and some bruises, but there's one guy I think had a collarbone problem. But nevertheless, when you see the crash happen at like some 60 kilometers an hour maybe, and there was like maybe 50 guys came down. It's unfortunate, but it happens as part of cycling. Sajnos, hogy tényleg rengetegen bekerültek ebbe a bukásba, miközben láthatják a szakasz hivatalos végeredményét. Ez sajnos, hogy akkor mindig benne van, különösen kellemetlen, hogy a sárga trikós is ugye részese volt ennek a balesetnek. Az a jó hír, hogyha minden igaz, nagyon komoly sérülések nélkül talán sikerült megúszni ezt a balesetet, még hogyha nyilván ugye rengeteg zúzódás, egyéb sérülések természetesen azért ilyenkor abszolút elkerülhetetlenek, miközben láthatjuk azt is, hogy hogyan áll jelen pillanatban a sprinterek pontversenye. So it was a very difficult day for everybody here at the Tour of Hungary. And today, tomorrow's not going to be much easier because we'll start the day with a small climb. Yes, but you know, looking at these images here and after following the stage on the television, I'm delighted I'm here watching on television and in the peloton because apart from it being very, very hot, looking at the guys in the sprints, the way they sprint, the speed they go and how close they are to each other, it looks very impressive from the outside, but I'm glad I'm here and not in there. But yes, tomorrow there's a small climb at the start, which will upset things a little bit, but it's very far from the finish to have a real significance on the race. So I reckon tomorrow, once again, we'll see a bunch of sprints. It's interesting. I'm going to get back to this in a moment, just translate what you've already said. Steven, ugye azt mondta, hogy láttuk, hogy milyen hőség volt ugye egész nap, és láttunk persze rengeteg boldog arcot itt a befutónál is, de azt mondta, hogy egy pillanatig sem irigykedett a versenyzőkre abból a szempontból, hogy ma nekik versenyezniük kellett. Ő nagyon boldog volt, hogy tényleg autóból, légkondicionált körülmények között követette az eseményeket, és nem kellett ott küzdenie a többiekkel. Viszont valóban ugye, ha már a holnapi szakasz szóba került, egy kisebb emelkedővel kezdődik majd a nap, ami azt jelenti, hogy azért messze lesz a céltól ahhoz, hogy jelentős hatással legyen mondjuk magára a befutóra, viszont azért történt majd két dolog, ami meg ágyazhat holnap egy komoly szökésnek, például ugye itt többen is leszakadtak a főmezőnyről a nap végére, illetve ugye alaposan elfárasztotta azért a mezőnyt az a munka, amit ma el kellett végezni. So tomorrow, as we already mentioned, there is going to be a small climb at the beginning, but today the teams had to work a lot. Many, many riders will be more fatigued than I think even they imagined before the stage. So this might help maybe for a breakaway group consisting of riders at the back of the peloton? Well, the elastic is only, you know, so strong. And this kind of effort every day, like the speeds are quite high and very consistent. So there's always going to be a possibility of a breakaway, but there are still so many good sprinters left in the race, and there's still two more stages left to win. And we have had different rider winning every day. So, you know, even though there each stage has a different winner, there are still other guys that haven't won yet. So I think that tomorrow, we would see groups going away, yes, but we see like Bike Exchange, who haven't won yet, who have come here to win a stage, they haven't won a stage yet, so I reckon they'll be defending tomorrow, hoping for a bunch sprint. Szóval igen, sok minden kedvezhet akár egy szökevény csoportnak is, de azért egyértelmű, hogy még mindig jó néhány nagyon komoly sprinter itt van a mezőnyben, és Steven külön kiemelte például a Bike Exchange csapatát, akik szintén legalább egy szakaszgyőzelmet mindenképpen szeretnének begyűjteni itt ezen a versenyen, úgyhogy nem kérdés, hogy ők például keményen fognak dolgozni azért, hogy holnap is sprintbefutót láthassunk. Van még jó néhány sprinter, aki hasonlóképpen gondolkodik, és hát ezeknek a csapatoknak nagyon fontos azért, hogy legyen mit hazavinniük majd egy ilyen versenyre. Steven, thank you very much for joining us today again. Köszönöm. See you tomorrow as well. See you tomorrow. Mi pedig folytassuk Filutás Viktorral, akinek tegnap volt egy szerencsétlen balesete, de ennek ellenére ma is ott volt a rajtnál. A bőrtúrosok nagyon erősek, csak kerékpározni nem mindenki tud, és konkrétan a semmiért lett egy bukás, mert csak befékezgettek, aztán nem tudtam megállni, mert ugye társafékkel berántják előtted a féket, nem sok mindent tudsz csinálni, szóval átestem egy keréken, aztán szerencsétlenül buktam, szóval így alakult. Pozitívan álltak ahhoz, hogy ne álljak ma rajthoz, mert mondtam, hogy én szeretnék mindenféleképpen, még nem próbáltam meg megfogni a kormányt, meglátjuk, hogy meg tudom-e vagy sem. Ha az ember olyan családban nő fel, ahol a fájdalom kimutatása egyenlő a gyengeséggel, ott megtanulja, hogy ez együtt kell élni. Működik?
És újra itt van velünk Eisen Kramer Károly, a Tour de Hongrie főszervező, illetve Lengyel Péter, az MTI szakírója, akikkel kicsit visszatérünk természetesen itt a mai nap eseményeire is, de mielőtt nekivágnánk, azért nyilván ezt az interjút sem szabad szó nélkül hagyni. Filutás Viktor különleges karakter, ez mindenképpen kiderült ebből a nagyjából egy percből is magában, de hát önmagában az, hogy egy ilyen esés után, amit ő tegnap elszenvedett, annak ellenére, hogy az orvosok nem igen tanácsolták neki azt, hogy ma kerékpárra üljön, végigcsinált ezt a mai szakaszt, magáért beszélő teljesítmény. Tényleg különleges figurája a mezőnek, Viktor. Egyébként ő szeret sebesen versenyezni. Mindig, amikor eszembe, hogy Tour de Hongrie és Filutás Viktor, akkor mindig eszembe jut valami oldalán vérző ember. Gyakran esik el, persze nyilván azért, hiszen küzd, próbálkozik, helyezkedik, és azért ebben a sportban ez benne van. De föl kell és megy tovább, tehát egy nagyon, nagyon kemény sportoló, mint minden bringás. Ő is a kemény bringások közé tartozik. Te gondoltad volna, hogy Viktor ott lesz ma a mezőnyben újra? Én abból a szempontból gondoltam, hogy beszéltem vele a rajt előtt, és mondta. Ezen túl nyilván, tehát ahogy Karcsi is mondta, láttuk őt már a korábbi Tour de Hongrie-kon sérülten versenyezni, és nem jellemző rá az, hogy feladja. Most azért lehet, hogy érdemes lett volna talán elgondolkoznia, hiszen azért nyilván nem véletlenül mondták azt az orvosok, ne kéne folytassa, de az ő egyéni döntése, reméljük, hogy semmilyen súlyosabb szövődménye nem lesz az esetnek. Igen, lehet, hogy bármilyen más versenyen nem biztos, hogy annyira erőltette volna a menés, de mégis csak a Tour de Hongrie-ról beszélünk, és annak a második szakaszáról, ami előzetesen azok számára, akik mondjuk a korábbi évek eseményeit kevésbé követték, vagy csak egyszerűen ránéztek így a térképre, és azt látták, hogy alig van szintemelkedés, azt gondolhatták, hogy nagyon egyszerű dolguk lesz a versenyzőknek, aztán nagyon másképp nézett ki ez a nap, volt itt meló bőven mindenkinek. Hát hadd kezdjem azzal, hogy az első óra, fél óra környékén a versenyrádióban, a biztosítás rádió, amit csak a versenyszervezői hallanak, volt egy vita a szervezők között, a motorosok között, hogy nem értették, hogy hát miért kell 60-nal tolni őket, hiszen már percek óta, és hát azért kellett 60-nal tolni, mert hogy a szökés nagyon agresszívan próbált eltávolodni, mert ő nem akarta ezt elengedni, és ebből egy nagyon komoly üldözéses verseny lett az verseny első felében is. Majd a végén pedig aki látta a versenyt, az látja, hogy utána hirtelen itt a quick step, és mindent újra rajzolt. 60-as tempóval oldalszélni és szétszakadítani egy ilyen mezőnyt, ezt tehát nagyon jó volt nézni, ez nálunk történik a magyar körversenyen, ez minden versenyen egy bringás rajongónak egy szemedgyönyöket tudja látvány, ez nálunk történik, ez nagyon, nagyon klassz érzés volt, hogy egy sík szakaszon, egyébként unalmasnak is gondolható sík szakaszon, én izgalmasan tudott a verseny zajlani. Igen, akik ugye figyelték az élő közvetítést a nap folyamán, ugye Székely Dávidék is megjegyezték, hogy a Giro d'Italia mai szakasza hasonló távon ugyanakkor kezdődött, mint a Tour de Hongrie, és jobb tempót mentek síkon az itt versenyző csapatok, ami önmagában is mutatja azt, hogy tényleg milyen szintet képviselnek ezek a versenyzők és ezek a csapatok, akik részt vesznek az idei Tour de Hongrie. Abszolút, illetve ami még eszembe jutott az, hogy ugye klasszikus mondás, hogy a körversenyeken egy ilyen szakaszon az összetettet megnyerni nem lehet, de elveszíteni, igen. Most ugyan itt a szélezés miatt erre nem került sor, de látszik, hogy egy pici figyelmetlenség, vagy éppen egy kis kihagyás, a Quickstep gyorsítása, ugye talán ez a csapat a Movistarral együtt ennek a műfajnak a koronázatlan királya, és rögtön ott volt ez az 50 másodperces, 1 perces különbség. És tényleg ez az izgalmas dolog, ugye aztán, ami bejött itt a szakasz vége felé, végül is összeért ugye a mezőny a befutóig, de itt aztán tényleg nagyon sokaknak elég keményen kellett dolgozni, hogy ne mondjuk 2-3 részletre szakadva érkezzen meg a főmezőny nagy része ide Hajdúszoboszlóra. Hát egy kicsit meg is nyugodtunk szervezői szemmel, hiszen szervezői szem kicsit más, mint a szurkolói. Szervezőként annak örültünk, hogyha megérkezik egy 20-30 fős élboly itt a szűk utcákon, utolsó kanyarokon, hogy tudnak majd végigmenni a városon, hogy az kisebb baleseti kockázattal jár, mint egy 100 fős mezőnek ugyanez. Arra azért nem gondoltunk, hogy utolsó kanyar is megvolt, és akkor fejlegezhettünk volna, hogy megúsztuk nagy baj nélkül. De hát ez a bukás, ez nagyon nem hiányzott. Beszéltünk arra tegnap, hogy megúsztuk bukás nélkül, mondtam, hogy igazából volt egy kis bukás, de szerencsére nem az, ami, na most ez az. Tehát ez az, amit nem szeretünk látni a kerékpárversenyen. Semmilyen szervezői hiba nem, hiszen vissza is mentünk, megnéztük kollégákkal a helyszínt, bármit, tehát ez egy teljesen tipikus sportbaleset. Tehát egy tipikus sportbaleset volt, de ilyen tempónál nagyon súlyos következményekkel járhat. Az a szerencse, hogy tudomásunk szerint mindenki fölkelt, mindenki magánál volt, 2 sérült van kórházban, akiket most kivizsgálnak. Igen, pont ezt akartam kérdezni, nem tudom, bármilyen friss információval, vagy mik a legfrissebb információk, amikkel rendelkeztek esetleg ezzel kapcsolatban? Az ez most 2 perce, tehát abszolút friss az információ, hogy 2 fiút kórházba kellett szállítani, jól vannak,
már amennyire lehet jól valaki egy ilyen bukás után, de nincs komoly baj. Itt látjuk közben magát, ugye a bukást is. Itt már ugye tényleg túl volt mindenki az utolsó szűk kanyaron, amitől joggal tarthattak volna egyébként a versenyzők, és hát ami a verseny szempontjából ugye különösen fontos, hogy ebben a balesetben benne volt Olav Kohi is, aki hát nem csak a sárga trikót próbálta volna védeni, hanem természetesen látva a tegnapi sprintjét abszolút eséllyel harcolhatott volna a szakasz győzelemért is. Valóban nem véletlenül volt elő a tolakodó csapatok versenyzők között, de azért azt láttuk, hogy a Quick-Step nem véletlenül állt előre utolsó 60 kilométeren, és nem véletlenül dolgoztak. Szerintem kaptak fejmosást tegnap. Az egészen biztos. És ők is, a Bike Exchange is, gondolom, hogy nem véletlenül dolgoztak ennyire keményen, és most megmutatták, ugye a Bike Exchange lefeküdt ebben a bukásban, a Quick-Step viszont behúzta. És hát Jakobsen fogadtunk előtte itt, vagy beszéltünk erről, hogy mi lesz, én ráhúztam, én rátippeltem, és bejött. Aminek örülök, de azért a másik szemem nagyon sír. Viszont beszéljünk akkor tényleg a győztesről és a Quick-Step csapatára, mert a tegnapi nap fontos tanúsága az volt, hogy akár még az sem fér bele, hogy egy ilyen egyperces, kétperces különbséggel játszadozzon a mezőny, és közelítve a célhoz tényleg muszáj közelebb lenni az elszökésben lévő versenyzőkhöz, mert hogy tegnap pontosan ezek a vonatok nem tudtak összeállni ugye a végső sprinthez. Itt most a Quick-Step tökéletesen dolgozott. Így van, sőt olyannyira, hogy emlékeim szerint a nagyjából 15 kilométerrel a cél előtt már összeállt a Quick-Step, és nagyon jó volt látni egyébként, hogy Karl Ádám közvetlenül a Quick-Step vonata mögött helyezkedett, talán a legvégéig. Igen, ezen nagyon sok minden múlik. Most ugye akár az oldalszelezésnek köszönhetően is nagyon hamar utolérték a szökevényeket, és meg tudtak maradni a vonatok, egészen ugye a célegyenesig, ahol talán még egy kicsit azért rendezettebb lett volna, ha nem történik ez a sajnálatos bukás. Ennek ellenére is azért a Quick-Step, ahogy a Jakobsen is nyilatkozta a vegyes zónában, most nagyon szépen összeállt, és igazából nagyon jó pozícióban hagyták őt ott a végére. Mindjárt beszélünk egy kicsit még bővebben is a magyar versenyzőkről, és többek között Karl Ádámról is, viszont ha már itt szóba kerültek a vonatok, van egy karaván, amely itt megy közvetlenül a mezőny előtt, és amit abszolút megszokhattak már a legnagyobb körversenyeken a szurkolók, idén láttatok a Giro d'Italián is, és idén itt a Tour de Hongrie mezőny előtt is halad folyamatosan egy reklámkaraván, amely szórakoztatja a szurkolókat, és akár ajándékokat is lehet tőlük szerezni. Ha már itt a korábbiakban a szervezői szem szóba került, a szurkolói szem nyilván más, és lehet, hogy akár apróságnak is hathat, hogyha mondjuk valaki csak otthonról követi az eseményeket. Ha valaki itt van a pályák mellett, akkor nyilván nagyon örül egy ilyen fejleménynek, és ez megint csak egy olyan dolog, amiről beszélünk szerencsére évről évre itt a Tour de Hongrie kapcsán, hogy mindig valamiben lép előre a verseny. Apróságnak tűnhet sokak számára, de ebben is rengeteg meló van, és azért nagyon fontos a nézők számára. Hát elég sok meló van benne, igazándiból egy másik eseményt is szervezünk, ugyanúgy lebiztosítva, leszervezve, időrend szerint mozgatva, rendőri biztosítással, időzítéssel, ahol várnak minket a adott pontokon a helyi hangosítással, helyi kollégák. Én most megálltam Tiszaújvárosban ezzel a karavánnal, egy picit még fokozni ott a hangulatot, már nem én, hanem a hangulatfokozását én is élveztem. Érdemes ezt csinálni, tehát azért ott a gyerekek kijöttek, kiskolás gyerekek, és ezért a felnőttek is azért örültek a sok kis ajándéka apróságnak, hiszen elvihetnek hozzá egy olyan emléket, ami a Tour de Hongriehoz kötődik, ami idejött szurkolni, és hazavitte egy olyan szurkoló botolt ajándékot, egy tapsoló bármit, vagy csak egy szörme játékot, ami erre emlékezteti. Ez szerintem nagyon fontos, és szeretnék jövőre ezt még fokozni. Na akkor viszont tényleg beszéljünk a magyar versenyzőkről, és tényleg, ha már Karl Ádám szóba került, meg egyáltalán beszélhetünk a magyar válogatottról is, de ő ma aztán tényleg sokat mutatta magát, és valóban ott volt az események közelében folyamatosan. Igen, és nagyon jó látni azt, hogy azok után, hogy tegnap megígérte, hogy ma a tegnapinál jobb produkciót fog lefektetni a véghajrában, ezt meg is tudta tenni. Nem tudom pontosan, még a számszerű helyezését nem volt hivatalos eredmény még, amikor elkezdődött ez az adás, de azt gondolom, hogy már önmagában az a kép, hogy az utolsó 1-200 méteren Jakobsentől néhány méterre teker, az szerintem büszkeségre adhat okot.
nem gyenge mezőnyben, még úgy is, hogy nyilván többen érintettek voltak sajnos a bukásban. Igen, ez elég egyértelmű, hogy versenyző számára már ez is egy komoly élmény, meg nyilván egy ilyen hely komoly, vagy kiemelt helyre, vagy ilyen kép kiemelt helyre kerül. Aztán más kérdés, hogy nyilván azért gondolom Ádám is szeretne majd picit előre és előbbre kerülni, hogy aztán mások esetleg vele akarjanak majd később fotózkodni, meg egy képre kerülni. Hát az, hogy egy kisztebb sor mögött tud sprintelni, azt szerintem ez neki nagyon komoly motiváció, és rá is fér azért. Tehát én az elmúlt pár hónapban végigkövettem Ádámnak a történetét, ugye, hogy milyen csapatból, hogyan, hogy tavaly sok lehetősége volt arra, hogy milyen csapatba kerül le, hova nem, és itt meg is volt törve. És ez a mostani Tour de Hongrie, hogy itt lehet, és hogy itt tud szerepelni, ez nagyon fontos az ő lelkének is, mert nekünk is mindannyiunknak, mert azért jó lenne látni őt a jövőben ilyen versenyeken jó pozícióban szerepelni. Örülöttnek, hogy itt van nagyon. És hát nyilván alapvetően a magyar versenyzők számára, illetve egy magyar újságíró számára, a magyar versenyzők számára, na szóval egy magyar újságíró számára, a magyar versenyzők teljesítménye meg a legfontosabb egy ilyen körversenyen. Természetesen annál is inkább, hogy most már ez a hatodik Tour de Hongrie, amit van szerencsém a mezőnyen együtt végigkövetni, és nem csak Ádám, hanem a többi hasonló generáció magyar fiatal srác is. Amikor én először itt voltam 2017-ben, akkor kezdtek becsöppenni ebbe a körforgásba, és nagyon jó látni azt, hogy hogyan növik ki magukat évről évre, és érnek el egyre komolyabb eredményeket. Nyilván már csak emiatt is nagyon-nagyon szorítok mindannyiukért külön-külön. A magyar versenyzők nagyon fontosak a Tour de Hongrie számára, meg is hallgathatjuk majd őket egyébként, hogyha minden igaz, az adás végén, hogy közvetlenül itt a szakaszt követően mit mondtak és hogyan vélekedtek a mai eseményekről. Viszont nagyon fontosak természetesen azok a támogatók is, akik segítik a Tour de Hongrie munkáját, és ebből a szempontból is tudott egy nagy lépést előre tenni ebben a szezonban ez a verseny, mert hogy egyeken itt az első szakasz folyamán a legfontosabb partnereket, vendégeket egészen különleges körülmények között sikerült vendégül látni. Azt hiszem, én ebből az egészből leginkább a helikopterre vagyok így, viszont arra a munkára nem feltétlenül, amit el kell végezni, akár csak ahhoz is, hogy egy ilyen eseményt összehozatok. Hát ez is nagyon fontos azért tényleg, hogy valamit idézőjelben vissza tudjanak adni azoknak a támogatóknak, partnereknek, a szervezők, akik segítenek abban, hogy egy ilyen esemény létre tudjon jönni. Hát igen, és azért azt is el kell mondani, hogy maga az, hogy a VIP vendéget ilyen kiemelten kezeljük, ez nem is a mi ötletünk. Menet közben jöttünk rá az elmúlt években, hogy vannak olyan támogatóink, akiknek a fontos az, hogy egy kiemelkedő esemény mellett ő meghívhassa a saját vendégeit. Ugyanúgy, ahogy a Skyboxban jó felülni és meghívni a vendégeket egy labdarúgó mérkőzésre, nekünk is erre oda kell nagyon figyelnünk, és ez azt gondolom, hogy elkezdett ezelőtt egy-két évben jól működni. Egyébként ebben az NTT egy nagyon jó partnerünk, és velük hoztuk össze ezt a mostani helikopteres vendéglátást is. Én azt gondolom, hogy mindenkinek komoly élmény volt, akik ezt láthatták, és bizonyára a jövőre, amikor gondolkozik el a marketing büdzsén, akkor egy ilyen élmény segít. Igen, és azért egy versenynek az elismertségéhez nyilván ez is hozzátesz, bármennyire távol mondjuk akár a szurkoló számára egy első ránézésre magától a sporteseménytől. Mondjuk ti is tapasztaljátok azt, hogy azért látunk külföldi újságírókat is most már megint évről évre egyre többet ezen a versenyen. Nyilván ez is nagyon fontos a Tour de Hongrie növekedése szempontjából. Persze, ugyanúgy, ahogy a televíziós közvetítés, hogy hány országban hány millió nézőt ér el a verseny, ez mind-mind ugye nemzetközi hírét viszi a Magyarországnak is, meg értelemszerűen a Tour de Hongrie-nak is. Mi ugye azért tudunk dolgozni, hogy itthon hírét vigyük, és itthon tudósítsunk róla, de értelemszerűen az is fontos azért, hogy ez külföldön is megjelenjen. Ebből a szempontból egyébként mit tapasztalsz azoktól a kollégáktól, akik mondjuk először járnak itt esetleg a Tour de Hongrie, vagy akár az is érdekes egyébként, akik mondjuk évről évre térnek vissza nem magyar újságíróként erre a versenyre? Alapvetően azt érzékelem, hogy szeretik, akikkel van szerencsém beszélni, pont egyeken is volt egy francia újságíróval, szeretik és jönnek és örülnek, hogy van, és azt gondolom, hogy ahogy szépen évről évre a verseny fejlődik, színvonalban is, meg minden egyéb körítésben is
akár a karaván, vagy akár az ilyen szurkolói pontok, ez nyilván mind segít abban, hogy megmaradjon, és minél jobb szívvel jöjjenek vissza a következő években is. Na és akkor ígértem, hogy meghallgatjuk a mieinket is itt a második szakasz követően, úgyhogy következzen most ez az interjú csokor. Ugye itt vagyunk a Nagy Magyar Alföldön, túl sok szélárnyék nincs, és a nagy csapatok diktáltak egy olyan úgynevezett szélezést, hogy mindenki a lent a patkán közlekedtünk. Hát ezt kellett ugye minél jobb pozícióban elő abszolválni. Volt a krízisek, nyilván mindenkinek, szerencsére Karládi az első sorban tudott maradni, úgyhogy így ő úgy mond, hát az túlzás, hogy pihenni tudott, de neki nem kellett felzárkózásra energiát fordítani. Összességében sikeres napot zárhatunk. Nem tudom még Ádinak a pontos eredményét, de reméljük, hogy ott van legalább a top 15 környékén, hanem előrébb, és ez volt a fő célunk. Na, nagyon nehéz napunk volt pont ezt a két tényezőt nézve. Többször leugrottak a szélre a nagy csapatok, és így nagyon nehéz napot okozva nekünk. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy fölérjünk a végén, és sikerült is, viszont sajnos a sprinterünk benne volt a bukásba, úgyhogy összességében ez nem volt egy jó nap számunkra. Nehéz napon van túl tehát a Tour d'Hongrie mezőnye, és feltétlenül egyébként ebből a szempontból a holnap sem lesz sokkal egyszerűbb, hiszen rögtön majd egy emelkedővel kezdődik a nap, egy harmadik kategóriás hegyre másznak fel a versenyzők azt követően, hogy elhagyják Sárospatakot, és aztán utána jön megint egy hosszú síkszakasz már, ami hát mondanák az, hogy kedvez ugye a sprinterek csapatainak, ez azt jelenti, hogy megint végezhetnek majd óriási munkát, hogy senki sem menjen el. Igen, nagyjából ez a forgatókönyv várható. Én azt gondolom, hogy azért az az emelkedő, ami a szakasz elején lesz, az nem fogja különösebben megakadályozni ezeket a sprinter vonatokat. Nyilván a szökés kialakulását adott esetben segítheti, de hogy mezőnyhajrán lesz a vége, az gondolom, hogy azt mondom, hogy talán borítékolható. Bízunk benne, hogy ezúttal problémamentesen és valóban összetud állni egy olyan teljes sprintbe futó, amilyet nagyon szeretnénk már látni. És hát akiknek megint sokat kell majd dolgozni, az ugye az a belga csapat, amelynek a versenyzője Jens Reinders egész nap dolgozott azért, hogy megkaparintsa a zöld trikót és gyűjtse be a pontokat a részhajrákban, aztán egyszer csak azon kapta magát, hogy a sárga trikó is. Hát azt nem mondom, hogy az ölébe hullott, mert nagyon jól kellett neki is helyezkedni egyáltalán itt a befutónál, meg elkerülnie magát ezt az óriási bukást ugye a szakasz végén, de összességében abszolút megérdemelten kaparintott ezt meg. Hát eddig se volt egyszerű dolguk, de holnap meg ugye elméletileg védeniük kellene a sárga trikót. Hát nem volt könnyű dolguk, de szerintem ők szeretik ezt, ami holnap csinálniuk kell, mert hogy egyébként ők mindig dolgozni akarnak. Tehát amikor más pillanat, akkor is. Tehát eddig is ezt csinálták. Bocsánat, ugye akik látták a tegnapi adásunkat, hallották, hogy olyan Karcsi mondta, hogy hát ez a csapat szeret beletrollkodni, fogalmazunk így mondjuk az élmenők dolgába itt a Tour de Hongrie. Igen, akkor is mennek, hogyha nincs értelme, de most látjuk azt, hogy még értelme is volt. Tehát hogy ennyi munkát beletenni, ha valaki akkor igazán megérdemelte. És nem tudom, ki figyelte a díjkiosztón, ez a fiatal ember ott állt a dobogon, a zöldnek a sárga trikóban, és ő az, aki percekig állt és kiélvezte azt. Egy ilyen mezőnyben a Quickstep-el, a Ineos-szal, egy mezőnyben egy Proconti belga fiatal sorból dobogón állni zöld trikóban, sprinter trikóban és sárga trikóban, nem akart lejönni a dobogóról, nagyon aranyos volt, nagyon szorítok nekik, hogy minél tovább megtartsa ezt, igazán megérdemli ezt. Úgyhogy már csak ezek az események is mind-mind azt bizonyítják, hogy holnap is érdemes lesz velünk tartani és követni a Tour d'Hongrie eseményeit. Napközben ugye az élő közvetítéseket, aztán rögtön a szakaszt követően ugyanígy itt a Tour d'Hongrie Facebook oldalán az Après Tour-t, vagyis a levezetőkört, a mi saját összefoglalónkat, amiben holnap is számítunk majd rád. Kasi, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk ma is, és Peti, neked is, hogy csatlakoztál hozzánk. Önöknek pedig köszönjük tehát már a figyelmet, várjuk önöket holnap is a viszontlátásra.